Üresek a bírósági termek Szerbiában. Sztrájkolnak az ügyvédek. Nem járnak tárgyalásokra, kihallgatásokra, és nem jelennek meg a nyomozati cselekmények alkalmával sem. Szeptember közepén szüntették be a munkát, azt követően, hogy a közjegyzőkről szóló új törvény számos okmánykidolgozási és hitelesítési procedúra végzésétől fosztotta meg őket, és helyezte ezeket a szolgáltatásokat a jegyzők kizárólagos hatáskörébe. A követelések listáján pont ezért áll az első helyen az, hogy a közjegyzőségről szóló törvényt, illetve az ezzel kapcsolatos kísérő törvényeket azonnal változtassák meg oly módon, hogy az ügyvéd készíthesse, ellenjegyezhesse a szerződését, ahogy eddig is, felel is érte, közjegyző meg szorítkozon arra, hogy pusztán hitelesíti az ügyfelek aláírását. Mindezt méltányos áron. Az ügyvédek nem a közjegyzőség megalapítását kifogásolják, hanem hatáskörüket, amellyel felruházták őket. Buczko György szabadkai ügyvéd szerint képtelensége az országos szinten mindössze 94 közjegyzőnek ellátnia mindazt a feladatot az ingatlanforgalmi és más szerződések körül, amelyet az országban eddig 8500 ügyvéd végzett. Az ügyvédek munkájuk és bevételük több mint felétől estek el. Ugyanakkor rájuk kimért adók növekedtek. Esetenként akár a többszörösére. Dovelo je do toga da se naše poreske obaveze strahovito podignu, povećanja i se kreće ponegde u Srbiji čak do 300%. Meni, dakle, što se mene tiče lično, meni je povećanje u odnosu na prošlu godinu za nekih 200%. Nem csak a munkájuk jelentős részének elvesztése és az adók növekedése ellen tiltakoznak. Állításuk szerint az állam a hivatalból ellátott védelem költségeit 3 éves késéssel fizette ki eddig, ami miatt több ügyvéd kényszervégrehajtással hajtotta be a neki járó díjat. A szeptember 1-től alkalmazandó törvénnyel pedig már ezt is ellehetetlenítették. Mindezek miatt az igazságügyi miniszter menesztését is követelik. Nikola Selaković szerint azonban az állam részéről minden rendben van. A miniszter közleményt adott ki, amelyben úgy fogalmaz, azzal, hogy az ügyvédek nem hajlandók felhagyni a munkabeszüntetéssel, és visszautasítják a tárgyalásukat az igazságügyi minisztériummal, veszélybe sodolják Szerbia polgárait, illetve vagyonukat. Szerinte az ügyvédi kamarát felelőtlen és komolytalan személyek vezetik. Nijedna profesija ne može da dovodi do paralisanja rada jedne grane vlasti u Srbiji, pa bili to i sami advokati. Advokati u ustavno-pravnom sistemu Srbije imaju jednu vrstu posebnog, specijalnog položaja. Taj položaj ukazuje na to da kada su u pitanju određeni poslovi za koje imaju nadležnost da ih preduzimaju, oni nemaju pravo izbora da li će ih raditi ili ne. Već moraju da se bave obavljanjem tih poslova. Kilátásba helyezte, hogy módosítani fogják az ügyvédek tevékenységével foglalkoztató jogszabályt.